A római kori fibulákról, azok jelentőségéről és előfordulási formáiról is beszélt a Sibrik-dombi ásatáson talált leletek kapcsán Merci Mónika, régész antropológus, az ásatásokról tartott konferencián. Fibulák a Sibrik-dombi római kori tábor területéről című előadásában Merci Mónika elmondta, hogy a leletanyag többségét a 4. századi fibulák teszik ki, de korábbról származó darabokat is találtak. Az első fibula az egy egygombos, erős profilú fibulának a töredéke. Ez a fibula típus már a Krisztus születése körüli időkben megjelenik. Kezdetben egy tagúak, ez azt jelenti, hogy a fibula teste és a rugó része azok egyetlen darabból készülnek. Később az első század végén megjelenik a külön darabból készített rugó, és ezáltal két tagúvá válnak. Az itt látható fibula az egy két tagú, egygombos, erős profilú fibula. Külön sajátossága itt a fejrész között és a rugó között található kis négyzetes összekötő tag. Ez Dél-Panónia, ezek a fibulák Dél-Panóniában, Mőziában, Dalmáciában fordulnak elő nagyobb számban, de szorványosan általában megtalálhatók minden észak-panóniai lelőhely anyagában is. A fibula olyan ruhakapocs, csat, melyel az ókorban általában a köpenyt vagy felső ruhát tűzték össze a vállon. A mai biztosító tűhöz hasonló elven működött. Eredeti jelentése szerint megerősítő, összekapcsoló eszköz. Hazánk területén több helyen találtak fibulákat, a budaőrsi lelet a II. Századból származik, a Sibrik-dombon pedig úgynevezett tért fibulákat is találtak. A tértfibulákat katonafibuláknak tekintik, a Rajna és a Dunamenti határtartományokban terjedtek el, de egészen Szíriáig előfordulnak. Nem csak a limesz menti lelőhelyeken, hanem a tartományok belső területein is előfordulnak, így esetenként felmerül, hogy ezeket polgári személyek is viselhették. A leginkább elterjedt fibulák Pannónia területén a félköríves fedlappal készült darabok. Ezeket a II. Századtól a III. Századig lehet keltezni, de találtak úgynevezett villásnyelő fibulát is. Ez már egy átmeneti fibulatípus tulajdonképpen, mert készülhettek rugózárt szerkezettel, de előfordul, hogy már csuklós zárt szerkezet is megjelenik náluk. A párhuzamai Felső-Germániából származnak, Böhme 1972-es munkájában alapján jól azonosítható ez a töredék. Első századi koronafibulákra is bukkantak. Ezeknek más az árszerkezet típusa. A másik korongfibula esetén ugyanezt az árszerkezetet találjuk, de sokkal durvább kivitelben, tehát ez valami helyi készítésű fibula lehet. Ez az árszerkezet típus tulajdonképpen a Panóniában elterjedt típusoknál nem került átvételre, ez az első számomra ismert példája. A világszerte fellelt fibulák többsége a késő római korra keltezhető. A sírokban a helyzetük a viseletnek megfelelően a várrégióban van, de találtak olyat is, ami a Boka környékén volt. Ez valószínűleg a halotti leplet fogta össze. A fibulát szinte kizárólag a katonakorú férfiak viselték. Sibrik-dombi leletanyagban 3 romboszkeresztmetszetű és 1 téglalap átmetszetű darab került elő. A téglalap átmetszetű az vasból készült, a többiek bronzból. Ezek a Rajna és Dunai tartományokban terjedtek el, illetve megtaláljuk Dalmáciában is nagyobb számban. A rombusz keresztmetszetőeket Fazekas Ferenc a 4. század első felére keltezte, Anton Höck szerint a 4. századtól az 5. század első feléig voltak használatban. A budaörsi leletanyag azt mutatta, hogy a 4. század első és második felében egyaránt előfordulnak. Valamelyek kicsit későbbre teszik a téglalap keresztmetszetőek megjelenését. Találtak még aláhajtott lábú fibulákat is a Sibrik-dombon. Ezeket a 3.-4. századra lehet keltezni, mondta el a szakember, aki beszélt még a téfibulákról és a cikáda fibulákról is. Ez nem nagy leletanyag, ez a 7 darab fibula, de én azt gondolom, hogy valószínűleg kellene itt egy második század végi, harmadik század első felére keltezhető valamiféle település, vagy valami római jelenlét. Most miért gondolom azt, hogy ez így hogy lehetséges, ugyanis a Visegrád várkertből is ismerünk középső császárkori földbemélytett házakból álló katonai jellegű települést, a fibulák erre utalnak, illetve a Balassa Múzeum
én vezetésem, vagy részvételemmel föltárt egy késő-római őrtornyot a 4. századból, Valentinus korából, amely alatt voltak szintén ilyen elpanírozott házmaradványok. Melyekből hasonló leletanyag került elő ebből az időszakból, tette hozzá Merci Mónika. A régész antropológus szerint ezekből kiderül, hogy a Sibrik-dombon mindenképpen lehet valami jelenléttel számolni már a 2. században, Diocletianus idejében is.